A Mi Hazánk ifjai minden évben megszervezi augusztus végén sportrendezvényét, sportnapját, és most a Mi Hazánk mozgalom budapesti elnökeként úgy döntöttem, hogy szeretnék a párt tagjai számára, és egyben minden budapesti számára egy sportnapot rendezni itt Kőbányán, a Sportligetben. A rendőrség rendkívül segítőkész és korrekt volt, több sportágról lenne ugye szó, többek között kerékpárversenyről. A rendőrség tájékoztatott, hogy biztosítják a területet és a kerékpárversenyt megtarthatjuk. Azonban, mivel a Sportligetben szeretném megtartani ezt a rendezvényünket, az önkormányzathoz szükséges fordulnom területfoglalási engedélyért. Az engedélyt beadtam, és az önkormányzat számára pontosan megneveztem, hol milyen sportrendezvényeket szeretnénk tartani. Többek között igénybe kívántuk venni a Sportligetben a sportpályákat, ahol labdarúgó bajnokságot szerveztünk volna, a futókört, ahol futóversenyt és íjászatra, egyéb sportágakra is lehetőségeket biztosítottunk volna. A kőbányai önkormányzat azonban elutasító határozatot küldött meg számomra, amiben leírták, és itt mutatnám is, kiemeltem a szövegkörnyezetben, leírták, hogy aznap semmilyen rendezvény nem kerül megtartásra a Sportligetben. Ennek ellenére betiltották a Mi Hazánk mozgalom sportrendezvényét, méghozzá sportpályákat, idézem továbbá a futókör, a kutyafuttató és a játszótér területeit nem kívánja használatba adni az önkormányzat. Különösebb indoklás nélkül kaptuk ezt a tiltó határozatot, miközben én benyújtottam az engedélykéréskor azt, hogy mi nem kívánjuk igénybe venni sem a játszótereket, sem a kutyafuttatókat, és az adott sportpályákat, futókört csak a sportverseny idejére. Ennek ellenére tehát betiltotta, ugyan engedélyt adna arra, hogy megtartsuk a rendezvényt, de a sportpályák és futókörön kívül, tehát tulajdonképpen a zöld területen, sportpályák nélkül tarthatnánk meg sportrendezvényünket. Ezt a területet pedig csak úgy vehetnénk igénybe, hogyha megfizetjük a terület használati díjat, ahogy meg kellene fizetnünk még a kerékpár versenyért is a terület használati díjat. Mindez számomra elfogadhatatlan, hiszen pont akkor, amikor tudjuk jól, hogy az aberált LMBTQ társaság Budapest belvárosában megtarthatja vonaglását, mindezt ingyenesen, teljes jóváhagyással, úgyhogy személyremsértő magatartás közepette a normális társadalmat, úgy gondolom jogosan felháborítja mindez, eközben tiltják meg Kőbányán a Mi Hazánk sportrendezvényének megtartását. Dr. Gruntner Andráshoz fordultam jogi tanácsadásért, aki a Mi Hazánk mozgalom jogi kabinetjének vezetője, és ő a következőkről tájékoztatott. Az önkormányzat jogellenesen tagadta meg a közterület használatot, ahol pedig megengedte, ott jogellenesen kér közterület használati díjat. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság és a Kúria több esetben kifejtette, a rendeltetésszerű közterület használatot nem lehet nyomós és valós indok nélkül megtagadnia az önkormányzatnak, ha az mások használati jogát nem sérti. Egy sportrendezvény pedig nyilvánvalóan nem sérti senki érdekét. Használati díjat pedig akkor lehet kivetni, ha üzleti vállalkozási célú a közterület használat. Itt nyilván erről sincs szó. Ennél a tájékoztatásnál fogva úgy döntöttünk, hogy mindezért az önkormányzat döntése ellen törvényességi felügyeleti eljárást indítunk a kormányhivatal előtt.